Sziasztok, a kezemben látható bot, egy Daiwa Silver Creek. Ez pontosan a 205 cm hosszú, 314 g dobósúlyú botja. A rajta található orsó egy 2500-as szertét, és amivel majd dobok egy párat, ez pedig a Delfin, amit láthattok. Hát a botról röviden annyit, hogy ez egy tűspicces bot, egy beépített tűspiccel rendelkezik, ennek köszönhetően nagyon érzékeny, és itt az első tagja rendkívül lágy. Ezt nagyon szeretem ebbe a botba. Egyébként én már tavasz óta, május óta horgászom vele. Nagyon-nagyon sok halat fogtam. Volt közte 6 kilós süllő, 10 pár kilós harcsa is. Nagyon jól lehetett vele fárasztani, ugyanakkor a kisebb kősüllőket, balinokat is nagyon nagy élvezettel lehetett húzni, ugyanis a lágy spicc az beledolgozott, viszont hogyha megnézitek, akkor egy jó kemény gerincsel rendelkezik, tehát a nagyobb halaknak is nagyon jó be lehet vágni. És a csontos szájba, például a sülőnél be lehet húzni a csont közé is a horgot. Ezt a Silver Creeket én leginkább jigekkel használom, most jelenleg egy 3 g-os van fönt rajta, azért ilyen pici, mert bent horgáztunk a tározón, és itt hiába még a bot spicce is nagyon szépen jelzi, ugyanis nagyon lágy a visszaülést. Én a zsinort néztem, ez egy 10-es vastagságú 12 braid van rajta, és azért ilyen élénk, mert ugye nagyon szépen gyorsan kell közvetíteni a zsinornak, és ezt látni kell ugye menet közben, hogy mikor ül vissza a jig, illetve mikor van kapás. A Dunán is horgáztam vele, nagyon szépen kezelte a 10-14 g-os jigeket. Úgyhogy én nem csak kezdőhorgászoknak, de haladóknak, illetve versenyzőknek is nyugodt szívvel ajánlom. Én is nagyon sokat bevetem a versenyeken.